Kérlek, értsd meg! Tudom, milyen nehéz időszakon mész keresztül, és persze szeretnék is segíteni neked. De inkább én látogatnálak meg téged. Mária miatt? És a gyerekeim miatt is. Mostanában a kapcsolatunk eléggé feszült lett. Azt tenne a legboldogabbá, ha még mindig a születendő fiadat várnám. Én is örülnék, de sajnálatos módon ez lehetetlen. Esteban, ne lökj el magadtól. Szeretlek téged, és érted, mindenre képes vagyok. Kérlek, Ana Rosa, ne mondj ilyeneket. Már mondtam, hogy nős férfi vagyok. De nem éltek házas életet. Hallottam, hogy külön szobában alszotok. Annyira hiányzol, Esteban, esküszöm, belehalok. Mégis mi folyik itt, Esteban? Nincs mit megmagyarázni, teljesen nyilvánvaló. Otthon van a feleséged, az irodádban pedig a szeretőd. Gondolom, így a legkényelmesebb, nem igaz? Maria, nem úgy van, ahogy azt te gondolod.